amitől mindenki rettegett. Ami a világ fennállásának ideje óta fenyegeti az emberiséget. Aminek nem szabadott volna bekövetkeznie. Ami most mégis megtörténik. Roboraptor Podcast Live. Geek Film Club Mr. Rabbit és Dr. Hardlap vezetésével a No Credit magazinnal együttműködésben. Nagy-nagy örömmel köszöntünk mindenkit a negyedik Geek Film Klubon, és köszönjük, hogy ennyien maradtatok az azt követő Roboraptor Podcast Live-on is. Az elmúlt percekben a Metrópia című filmet tekintettük meg. Ami? Ami egy nagyon feledhető nevű rendezőnek az alkotása, csak azért feledhető a neve, mert nem tudtam megjegyezni. Tarek Saleh, aki egy svéd rendező. Nagyon röviden azt érdemes volna tudni, hogy korábban dokumentumfilmeket rendezett. Kettő fontosabb doksi filme van. Az egyik a Che Guevara halálát vizsgáló másfél órás film. Betrayal of Che Guevara. Igen, a másik pedig a Gitmo, The Rules of War címmel, a szeptember 9-11 után a terrorizmust vizsgáló film. És ezen kívül tavaly jött ki a Tommy című filmje, amiről az az érdekes, hogy bár elérhető online, de nagyon svédül van, svédül pedig nem beszél egyikünk se, angol felirat találhatatlan a filmhez. De most a Metrópiáról lesz szó, aminek a története... 2025-ben járunk egy nem disztópikus, hanem metrópikus környezetben, ahol valamilyen furcsa módon már elfogyott az összes kőolaj, és ennek okán csak és kizárólag egy metróhálózat az, ami összeköti Össze-Európát, és így közlekednek az emberek, viszont azt nagyon-nagyon gyorsan tudják megtenni. Ebben a disztópikus világban ráadásul van egy nagy testvér is nagyjából, ami nyomon követi az embereknek a mindennapjait, és nem csak, hogy egy tévén keresztül képes arra, hogy lássa, hogy mit csinálnak otthon, de még a gondolataikba is beférkőznek. Teszik mindezt úgy, hogy a Dungest nevű samponnal, amit így, hogyha eléggé használod ezt a sampont, akkor a micsoda mikro... Szerves mikrocsipek vannak, igen, a samponban, és azok beépülnek a hajadba, és a hajad antennaként funkcionál, és így tudja közvetíteni a jelet egy központba, ahol nézik a szemeden keresztül, és a füleden keresztül hallják azt, amit... Tehát hallanak és látnak téged. Igen. Ezen lennünk is túl, ja. Szerintem ez az egyik leggyengébb pontja a filmnek. Ezen kívül... Már csak azért is, bocs, mert hogy ugye a fő gané, az kijelenti, hogy jaj, nem tudom, hogy működik, de valami ilyesmi. Köszi. Nem kellett volna ezt megmagyarázni annyira, de legalább nem mondja azt, hogy jaj, nem tudom, hogy működik, de így. Az, amikor a rendező azt mondja, hogy hát igazából nem igazán tudom én se, hogy ez hogy működik, de mindegy, ezeket szerintem túl lehet lépni. Ami mondjuk itt fontos szerintem erről a filmről, hogy amellett, hogy általában akikkel beszéltem erről, hogy két nagy táborra szakadnak, vannak, akik nagyon nem kedvelik, és vannak, akik mennyi rajonganak érte. Úgyhogy most dobjuk oda a labdát, hogy itt a nézőinknek hogy tetszett. Ki az, aki kedvelte ezt a filmet? Akkor mondj róla pár... Gyertek már előrébb, létszik. De nem kell bátortalankodni. Nem bátor, mert onnan jobban már. Ezt nem akarom elindni, ne haragudj. Tehát? Mondjuk. Ott a labda, Roland. Hát a végén esett a hó. Ó, jó, erős érv. Ki jelentkezett még? Nekem tetszett benne az, hogy ilyen nagyon lassú sodrású volt az egész, és tényleg finom kis adagokba kaptuk meg azt, hogy milyen a helyzet. És nem dugott be annyira a mély vízbe soha. Igen, csak pont nekem pont ez a nagyon fájdalmas, hogy van egy ilyen eléggé divatos téma, ez a megfigyelésű, most már nem csak a Magyarországon érdekes, hanem általában az egész világon, az elmúlt pár évben ugye az Egyesült Államoknak a
a Snowden-nel összeköthető hisztéria miatt is. Ugye az Amerika Kapitán 2 is ezzel foglalkozik furcsa mód, és ez még 2009-es film, és ennek ellenére mégsem más a mélyére, hanem hogy jól megfigyelnek, és ez de szar, és miután ez nagyon szar, ezért ezt valahogy el kell törölni. És akkor innentől tényleg nincs egy olyan nagyon nagy ívelő történet, bár kétségtelen, hogy a látvány az elég jól elviszi az embert, de az így önmagában nekem kevés az, mert ez a sztori, ez még negyed órában is besűríthető, és talán akkor még erősebb, szerintem legalábbis. Hát mondjuk a negyed óra az lehet, hogy túlzás, de mondjuk nekem is kisjátékfilmként jobban tetszett volna, mint így. Ráadásul az, hogy most kapunk egy 1984-et, egy kicsit megbolondítva a szárnyas fejvadásszal, folyamatosan esik az eső, nagyon nyomott a képi világ, és megkaptuk gyakorlatilag a szürke 50 árnyalatát. Mert hogy színeket nagyon nem láttad, de szürkéből rengeteget. Meg hát van benne egy ilyen is. Mit akartam mondani hirtelen? A Equilibrium, ahol ugye igen, valami cumót kell a szervezetedbe bevinni ahhoz, hogy ne legyen fogékony a művészetre. Itt mondjuk nyilván nem feltétlenül ugyanaz a helyzet, de nekem az jutott eszembe, hogy remélem, hogy a Tarlós nem látta ezt a filmet. Mert? Hát mert most felépítettek egy haszontalan 4-es metrót. Mit építenének fel ezután a film után? De ezzel együtt az, amit próbál sugallni a film, hogy az ember mennyire befolyásolható a tévéműsorok, a reklámok és egyáltalán úgy az életvitele alapján, az meg tök érdekes, és ezt a gondolatot viszont nem viszi szépen végig a film szerintem, mert kapunk egy picit ebből az Ezinum nevű kiszavazós játékból, amiről igazából nem is nagyon derül, hogy micsoda, és akkor ezzel el van az intézve, hogy a tévé butít, öl és a nyomor barát, ami meg önmagában nem igaz szerintem. És az ilyen típusú, ilyen disztópia filmek, amikor a háttérhatalom jól a tudatodba férkőzik, és ott majd neked megmondja, hogy mit, meg hogy, meg merre kell csinálni, azok mindig szerintem egy kicsit képmutatóak, már csak abból kifullad is, hogy ezeket a filmeket valahogy el kell adni, hogyan lehet máshogy reklámmal lehet eladni. És nyilván, hogyha ilyen témát válasz az ember a filmjének, akkor ezekkel szembesülnie kell, és ezekkel foglalkoznia kell. Nem tudom, én ezek, vagy emiatt nem szoktam tudni általában ezeket olyan nagyon-nagyon kedvelni. Szerintem itt, ami a nagy újítás az ilyen klasszik disztopikus filmekkel szemben, hogy ez az egész metró, meg ez a Dunst Shampoon, meg ez a háttérfigyelés, meg hasonló, valójában egy ilyen filantróp környezetbe van beleágyazva, mert hogy a vezérigazgató teljesen úgy adja elő, hogy ez azért van, hogy mindenki majd oké, megfigyelhető, de kiszűrhetőek azok az elemek, akik nem tudom, károsak a társadalom szövetére nézve, és a többi. Tehát valójában azzal, hogy ők megfigyelté válnak, ez pusztán tényleg a társadalom fejlődését hivatottak szolgálni. Jó, akkor megint aktuál politizálok. Itt volt, ugye ez pár héttel ezelőtti tragédia, hogy megölték az újságírókat a Charlie Hebdo-nak a szerkesztőségében. És lehet azt tudni, hogy a francia titkos rendőrség az pontosan tudta ezekről az elkövetőkről, hogy kik ők, figyelték őket évek óta, gyakorlatilag online nyomon követhető volt az ő tevékenységük, és mégis megtörtént, ami megtörtént. Vetődik hát fel a kérdés, hogy akkor a társadalomnak általában van-e szüksége arra, hogy meg legyen figyelve, nyilván nincsen, mert mindenki baromi félti a szaros életét, meg a Facebook adatlapját, meg a potenciál növelő e-maileket nem akarja, hogy más is lássa, amiket kapsz a spamekbe, pedig azért te is rákattintasz, és közben mégis megy ez a hiszti, hogy én nem akarom, hogy megfigyeljenek, de közben milyen hasznos. Tehát értem, csak ez egy nagyon nagyon-nagyon ellentmondásos dolog. Jó, de én egy szóval sem védtem, hogy ez jó, csak ennek a filmnek az újítása, hogy egy ilyen teljesen filantróp dologba ágyazza be a dolgot, hogy ez jó neked. Tehát ezt azért csináljuk, okay, mert jó. Ti erről mit gondolt? Ez jó nekünk? Én azt gondolom, hogy ez a filantróp dolog, ez gyakorlatilag a befektetőknek volt a reklámszöveg, és
totál mindegy, hogy mit mond a vezérigazgató, a tény az, hogy meg vagy figyelve. És ebből a szempontból meg gáz az egész. Nektek van egyébként ilyen félelmetek, hogy jaj, úristen, engem figyelnek, meg tudom én? Máté nem a saját nevén van fönt Facebookon, szerintem. Egyébként igen. Na de például miért vagy fenn más névvel a Facebookon? Hát pont azért, mert nem szeretem, hogy megfigyelni. Na jó, de onnantól, hogy te a digitális térben helyet foglalsz valamilyen módon, onnantól az életed már egy nyitott könyv mindenki számára. Hát a név az mindegy ebből a szempontból. Mert valami stiklit csinálsz, akkor is rátalálnak és rájönnek, hogy ki vagy. Úgyis ki mindegy, hogy milyen név mögé vagy. Igen, ez igaz, de akkor is van, hogy kényelmesebb mondjuk, hogyha a HR-esnőnek nem kell azt mondanom, hogy fönn vagyok a saját nevemen Facebookon, és nézze csak meg, hogy miket csinálok ott. Na jó, csak ebből az a kérdés következik, hogy akkor az online térben, vagy egyáltalán a digitális térben, vagy akár egy videóban, hogyha az ember nem, vagy vállalja a önmagát, akkor miért hisztizünk mégis azon, hogy én más vagyok a webben, mint a való életben. Holott a kettő miért ne lehetne párhuzamba egymással? Te a saját hibáidat szívesen kitennéd? Biztos követek el olyan hibákat, amik nyilvánosak. Az más kérdés, hogy a magánéletemet megosztom-e online másokkal. Akkor ezzel már szeparálódik, hogy mi az, amit oda fölteszel, és milyen vagy a valóságban. Okay. Egy szűrt információ kerül fel az internetre. Abszolút, de én azt nem is mondom. Ami mindig egy pozitív képet próbál festeni. Na jó, csak ez a kérdés, hogy most nyilván jöhetnek ezek a közhelyek, hogy így leszelfizem magam duckface-elve, és mi? És az összes party képen ott vagyok, beteggelve a barátaimmal, az valójában ugyanúgy én vagyok, mint amikor másnaposan felkelek egy kurva ronda nő mellett valahol Budán. De akkor nem csinálsz meg rossz selfie-t. Ez mondjuk kétségtelen, ez teljesen ő. Ez oké, challenge-ük szeptén. Ez van. De szóval nem tudom, nekem... A Roboraptor blogon nem oszthatod meg a képet. Nekem ez mindig egy ilyen nagyon fura, hogy emberek hogyan vállalják magukat a neten, és akkor mennyire nem képesek azzal a való életben azonosulni. De figyelj, tehát igazából most bármilyen társas szituációban szintén egy valamilyen kreált képet mutat saját magadról, ami ennek látsz, ami szeretnél. Lehet, hogy pont fordítva a dolog, tehát az internet ez biztosít egy elég nagy anonimitást számomra, és innentől kezdve mutathatod a valós belső önmagadat, és pontosan az az álca, ami az a Batman szindróma. Hogy Batman ugye, nem a Batman-Superman szindróma, amit ugye Dave Carroll mondta, hogy Superman alvódjéne, nem a Clark Kent. Tehát itt is ugyanez van, hogy ott mutatják, hogy ők kik, és lehet egy olyan beteg állat, mint az őrült, de a valóságban nem ezt mutatja. Ugyanez a hiszti végigment az utóbbi fél évben a Gamergate botránya. És nagyon durván kiült rajta. Ugye volt egy rohadt nagy hiszti a játékos társadalomnak ebből, hogy a játékos sajtó mennyire belterjes, mit tudom én, és hogy mennyire nagyon sok mindent belekavartak, hogy nőgyűlölők a játékosok, de a játékos sajtó mennyire belterjes, és hogy nem vagyunk azok, és de közben valójában tényleg, tehát úgy próbálták ezt maguk ellen bizonyítani, hogy közben tényleg akit ilyen belterjesnek találtak a játékos társadalomban, azt fenyegették, mit tudom én, követték, minden zaklatták, és innentől kezdve pedig azt igazolták, hogy de, baszki, tényleg ilyenek vagytok. Jó, akkor bocsánat, akkor hadd szűkítsek egy picit azon, amit először mondtam. Oké, társas szituációkban játszod magadat, vagy máshogyan viseltetsz, mint egyébként. Randizol először egy lánnyal, nyilván a legjobb arcodat szeretnéd nyújtani. Igen. De, hogy nem.
A legjobb arcodat szeretnéd neki mutatni, a Facebookon pedig folyamatosan randizol, folyamatosan a legjobb arcodat próbálod mutatni. Erre van egy történetem. Egyszer volt egy randim az állatkert előtt. Véletlenül másnapos voltam, de nem kicsit, hanem nagyon-nagyon. Valami haveromnál tudtam megfülödni, kaptam egy kölcsönpólót, vagy egy szemüveget, mert teljesen vállalhatatlan voltam. Mert hogy van ilyen, hogy az ember néha vállalhatatlanul megy randizni, és végül is reggel 10-ig tartott a randi, tehát jól sikerült alapvetően, de azt mondta utána a csaj, hogy neki baromi szimpatikus volt az, hogy nem mutattam magamat máshogy, mint amilyen vagyok. Mert szituáció idegen. Már micsoda? Hát az, hogy egy randi a negatív oldalra. De ez nem negatív, ez ugyanúgy az én részem, és én most visszatérnék egy picit arra, hogy a például a Facebookon hogyan viselkedünk. Jó, oké, de most az, hogy volt egy olyan randid, ahol nem tudtál rendesen lezuhanyozni, nem tudtad a vasaltingedet fölvenni, hanem úgy mentél oda, ahogy a jóisten aznap reggel megteremte. És hát ez lett a végeredménye, de hogy alapvetően meg így rákészülsz. Na de ezt akarom mondani, hogy persze rákészül az ember, mert neki a személyiségéhez hozzátartozik, hogy jól akarom mondani magamat feltűnteni. Na, de, és ugyanezt csinálod, de, amikor éppen a Facebookra posztolsz, amit így látom lelkim szemeim előtt, Mr. Rabbitet, ahogy kitenné a képet, és akkor így gondolkodik azon, hogy várj, mi legyen a kép alá irány? Hogyan kell magamit nevelnem? De ez tök igaz, csak azt akarom ehhez hozzátesni, hogy nem mindegy az, hogy például a véleményedet hogyan formálod nyilvánosan, és mondjuk a magadról kialakult akármilyen képet, mennyire torzítod vagy javítod fel az online térbe. Mert kétségtelenül van ilyen, nyilván az ember sokkal szívesebben osztja meg azt, hogy nem tudom, megjelent a cikke akárhol, mint azt, hogy nem jelent meg a cikke akárhol, mert nyilvánvalóan a negatív dolgokat nem lájkolják az emberek. Megjegyzem, én gonosz módon, amikor valakit szakítanak, akkor én ezt mindig lájkolom. Hát az valami újra köszönhetés. És ilyen gonoszkodva kis Manó mondjál, egy várom, hogy így azt szakítottuk, és nyomom a lájkot. De persze. Pillanat. Csak annyit, hogy számomra ez a film, ez nem erre a megfigyelésről szólt, mint olyanról. Tehát ez a megfigyelés szár, ez csak annyiban volt érdekes, amennyiben a férfinak a magánéletére ez kihatott, vagy érdekes volt. Ugye így meg tudta nézni, hogy most megcsalja-e az a nője, vagy nem. Tehát ez magát a férfi se érdekelte az egész megfigyelés téma, tehát különösen én is izgatta, őt az izgatta, hogy akkor most mi van a feleségével, meg mi van ezzel a szép nővel, akiben így majdnem belehavarodott. Úgyhogy szerintem nem ez volt a főszál, nem ez a megfigyelés. Nem. Azért, de, mert az alapparanója az ott volt ebben a figurában. Tehát ugye már a nyitó jelenet is ez, hogy Mónikától tudod, a Mónika mondta el? És utána a csaja is otthon fölhozza ezt, hogy hagyd már a francba ezt a hülye paranoiádat. Tehát miért nem tudsz metróval járni, dolgozni, mint ahogy minden normális. Hát ez el is hangzik ugye, hogy valójában te csak azért kattogsz az ember szar az életed, és minden más okoz saját magadon kívül azért, mert neked nem jó éppen az életviteled. És egyébként ez meg elég gyakran szerintem nem kell, hogy ez az online térben történjen. Ez egy magánbeszélgetésnél is előfordulhat, hogy annyi keserűség éri az embert, hogy gyakorlatilag úgy kezd el kifogásokat találni a saját szar kedvére, hogy nem is veszi észre, hogy igazából azok a dolgok, amik vele történnek, baromira nem voltak hatással az ő rossz állapotához. A jó állapotára. Sőt, és ilyenekben belefutsz a BKV-n is mostanában így egyre többször. Vagy nem tudom, én utazom szar járműveken, de ott folyamatosan találkozom olyan emberekkel, akik magukban beszélnek és így elmondják, hogy mennyire szar nekik, és mennyire összeesküvés elméleteket gyártanak az életről. Más jó, ezzel így. Ez te vagy ez az ember? Lehet, hogy én vagyok. A belső hangom. Egyébként azon gondolkodtam, hogy ez a belső hang, ez nekem valami megnyugtató lenne néha. Hogyha lenne bent egy kis Mr. Rabbit, aki azt mondaná, hogy... Ezt most ne. Vagy ezt igen. Tehát itt vannak olyan pillanatok, amikor én is örülnék, hogy lenne benned valaki, aki valahogy egy kicsit így visszarád. Mert én már unom.
De komolyan, az mennyire megnyugtató, hogy van egy fölöttes éned, amit ugye ilyen belső hangnak mondunk itt, aki így helyre tesz dolgunkban. Csak az a kérdés, hogy a fölött rendelkezik-e valaki? Mert a fölött valójában te rendelkezel. Lelkiismeretnek hívják, csak amikor egy kicsivel többet iszol, akkor így lenyomod. Már általában? Általában. Bocs a személyeskedő hangvételért. Még visszatérnék erre, hogy a marketing, a reklám és a média, a tévé, meg ezek hogyan befolyásolnak minket. Én nem titkoltam, nagy rajongója vagyok a Puzsérnak, számtalan fasságot mond ettől függetlenül szerintem, vagy legalábbis vitatható dolgot, és neki az egyik ilyen nagy veszőparipája, ez a reklámok beágyazzák magunkat a tudatalattinkba, és úgy veszük észre, hogy irányított fogyasztókká válunk, hogy nem is tudunk róla. Ez azért így szerintem egy nagyon erős kijelentés. Én soha nem vettem azért Colgate-ot, mert azt hallottam, vagy mert a reklám engem meggyőzött arról, hogy sokkal fehérebb lesznek a fogaim. Egyszer vettem, nem lett fehérebb a fogam tőle, viszont vettem egy másikat, ami nem volt reklámozva, és az meg jobban működött. És ez körülbelül ennyire egyszerű szerintem a dolog, hogy a reklám az igazából, vagy egyáltalán a marketing az neked lehetőséget kínál valaminek a kipróbálására. Onnantól pedig egy más kérdés, hogy mennyire dőlsz be mondjuk a fogyasztásnak általában. És sajnos egyébként nagyon sokan beleesnek ebbe a hibába, hogy nem is szó szerint bedőlnek, de legalábbis mondjuk elkezdenek követni trendeket, vagy aktuális dolgokat. Erről van valakinek véleménye? Így van. For a horn! Oké. Okay. Igazából nekem itt a... Mert volt csak annyi, hogy ez a tudatos vagy nem tudatos reklámfogyasztásnak a kérdése. Ami a filmmel kapcsolatban fölmerül az, hogy a Dungst. A Roger az Dungstnek mondja, de az Udo Kier meg Dungst. Az Udo Kier egyébként milyen zseniális. Nagyon. Tehát ez az egy darab sampon létezik ebben a 2025-ös disztopikus jövőben? Úgy tűnik. Ez így elég szomorú. Rábosztunk eléggé. Egyébként nekem volt egy csomó olyan dolog, ami ilyen kicsinyes szőrszálhasogatásnak tűnhet, de baromira zavart a filmben. Az, hogy maga az Udo Kier az, aki kifejti, hogy azokat az embereket tudjuk irányítani ezzel a samponnal, akik felszállnak a metróra. De miért kell ehhez felszállni a metróra, és miért van az, hogy a Rogert a metrón kívül is tudnak vele beszélni a filmen kívül. Aztán egy csomó minden másban is tök következetlen a film. Megtörténnek halálesetek ebben a filmben, és így senkit nem érdekel. Betörnek ebbe a gyárba, ahol a sampont palackozzák, megszólal a sziréna, senkit nem érdekel. Felszállnak a samponszállító teherautóra, hogyan, senki nem figyel. Leszállnak róla, senki nem figyel. Hát például, aztán ez a csávó, aki oké, hogy hasonlít arra a fickóra, aki a fejében beszél, de hogy az, hogy a kártyáját felhasználja és bemegy, de attól még nem olyan az új lenyomata. Tehát miért tud így bemenni? Szóval... Jó, hát ez kétségtelen, hogy ezek nem nagyon vannak ám végig gondolva, meg nem tudom, ez a noáros mellék ák, hogy a... jön a álmaim nője, aki tényleg gyönyörű, a valóságban is ez a nőci, és akkor az ő kedvéért volt, aki bármi hülyeségbe belemegyek, szerintem abszolút nem indokolt, mert azt viszont tudjuk erről a csávóról már azelőtt is, hogy nagyon szereti a barátnőt, csak hát vannak problémák, amik viszont igazából nem derül ki, hogy micsoda. Belefásult a kapcsolatba, valószínűleg. Meg van ez a Finn Rasta csávó, aki tényleg elég hányinger keletűen néz ki. De nem tudom, szóval elég gyenge lábakon áll. Kétségtől néhány dolog ebben a filmben. Ettől függetlenül az a kvázi, hát nem is mondanám üzenetnek, de feldobott labdája, hogy meg vagy figyelve és befolyásolva vagy, akár a közlekedés által, mert rá vagy kényszerítve valaminek a használatára, az viszont elég fontos. És az a baj, hogy erről a filmről csak ilyen aktuál politikai viszonylatban tudnék beszélni, amit meg szeretnénk elkerülni, azt hiszem.
Vagy nem? Figyelj, tehát annyit tényleg elmondhatunk vele kapcsolatban, amit még kint beszéltünk és említettél, hogy valójában tényleg ez a tömegközlekedés, mint olyan, bele se gondolunk, hogy a globalizációnak szintén egy olyan terméke, ami közel hoz téged a másikhoz. És így bele se gondolsz, de pikpak, nem tudom, el tudsz menni Londonba, hát, és ugyanannyi idő alatt vagy ott, mint hogyha vonattal lemenni a Nyíregyházára. Én most konkrétan akár a 4-es metróra, hogyha gondolok, ami egyébként tényleg olyan, mintha a Mass Effect 4-nek a díszletei között sétálni, gyönyörűen néz ki. Remélem nem is aggatják tele reklámokkal, de hogy amennyire ugye haszontalannak van ítélve ez a 4-es metró, mert hogy nem közlekednek rajta annyira, hát amennyien nem kihasznált a dolog, nekem éppen kapóra jön nem egyszer, hogy felüljek rá, és akkor ott így menjek vele. Ezzel együtt, tehát egy igazából erre gondolok befolyásolás alatt, hogy tudom, hogy fölösleges valahol, de közben meg használom a dolgot, és ez a részem ugye teljesen képmutató magatartás, de szerintem akárki részéről, aki kvázi aláveti magát ennek a befolyásolásnak, akár tudatosan vagy nem. Hát ez már nem tudom, tehát így fölveti az addikciónak a problémáját. Erről is tudod, hogy haszontalan, mégis használod. Nem haszontalan. El tudlak viselni mellette. Jó, visszavonom. Na, de engem tök érdekel, hogy ti hogyan láttátok ezt az egészet. Hát, ami engem érdekelt volna még ebben a filmben, hogy azt ugye láttuk, hogy itt monopóliumok voltak, akár a Sampon esetében, akár a metróhálózat esetében. Hol voltak itt kormányzatok, amik megakadályozták, hogy ezek a monopóliumok így, ahogy vannak, létrejöhessenek? Hát ezt elmondják a filmben, hogy a sajtó, a hatóság, a kormányzat és a cégek az mind igazából központosítva ugyanaz a nem személyhez köthető, de ugyanaz lényegében. Mint ahogy szerintem Magyarországon egyre több dolog is. Tehát, hogy pont ma olvastam a Magyar Nemzet online-on, hogy mennyire jó, hogy a svájci franknak a megbuherálásából milyen jól jött ki a magyar állam, ami egyfelől így, ahogy leírva vagyon, nem igaz, másfelől pedig azért elfelejtjük azt, hogy mondjuk mi volt a Junckerrel a csúcs találkozón, ugye az szenzációs egyébként az a videó. És készült erről egy gif, azt nem tudom láttátok-e, hogy a vezetőnk és a Junckernek a feje ki van cserélve a testükön, és akkor alá volt írva, hogy ez a kormány propagandának szánt M1-es híradóba ezt a verziót kéne levetíteni. És egyébként ez mindegy, amellett egy tök jó poén, amellett meg baromi elkeserítő, és nem csak Magyarország tekintetében, nem gondolom azt, hogy csak a jelen regnáló kormányzat olyan, amilyen, mert valószínűleg tartom, hogy valaha, akik itt kormányoztak Magyarországon, tök mindegy, hány évre tekintünk vissza, az mind ugyanúgy működik. Tehát amikor éppen bal oldal van, akkor bal oldali médiumok az erősebbek, a jobb oldal, akkor a jobb oldali, és nyilván... A mértéke az meg már konkrétan az, hogy most milyen szavazati rendszer van éppen Magyarországon, de ettől függetlenül ez nem egy ilyen, hogy mondjam, annyira nem kell ezen kiakadni, hogy ez mindig is így volt, meg mindig is így lesz nagy esélyen, én azt gondolom, mert ez van már évek óta, és nem nagyon tudunk szerintem olyan országot mondani, ahol ez ne így lenne a mai napig. Jó, akkor a hosszúra nyújtott metaforát lefordítom arra, hogy azért tudunk példákat mondani, hogy egy ilyen összefüggés, mint ami a filmben is van, simán megvalósulhat, nem kell túlbeszélni, értjük. Szóval ez engem sem zavart ennyire, hogy most mik a miértek, hogy hogyan jöhettek létre ilyen monopóliumok. Mert hogy létrejött és kész, mert hogy nem az az érdekes, hogy hogyan jött létre, hanem hogy van. Az már más kérdés, hogy engem kifejezetten zavart, hogy ez, amit mondtál, hogy viszont nem tudunk erről semmit, hanem ott így árus szemekkel figyel minket a hatalom, ami nagyon rossz, de ez van. És akkor ennek a megoldása tényleg az, hogy lecsapoljuk a medencét, ami utána újra töltődik. Tehát, hogy
elég ügyetlen szerintem. De ha belegondolsz, a végkifejlet az ugyanez. Tehát így eltávolítják ennek a hatalomnak a fejét, aztán lesz helyette egy másik. Egy másik, igen. Akiről meg egyáltalán nem valószínűsíthető, hogy jobb lesz, mint az előző. Mert hogy ugye ez a nő, mondjuk ki, egy hülye kurva. Tehát így a céljai elérése érdekében átver mindenkit, lefekszik bárkivel, és hogyha a helyzet úgy kívánja, akkor lelőbi. Én tök bele tudnék szeretni egy ilyen határozott nőbe, úgyhogy engem megvásárol. De egyébként pont ettől van az a noáros beütése, hogy ugye a noárban is van a nő, aki jól elcsavarja a fejét. A Karádi Katalin, igen. De hívhatnánk Karádinak innentől a szőkét, mert nem tudom, hogy hívták. Nina, tényleg, Karádi Nina. Amíg így próbáltam így összeszedni a filmben, hogy milyen disztópikus filmek vannak, amik jók, nagyon-nagyon keveset találtam, de van egy... A Beavatott, az milyen jó, ugye? Az tényleg, az kötelező megjön. Csak odákra tűnnek róla az ember. Majd egy vágásnál itt tegyél ilyen villogó irónia azért alulra, hogy érthető legyen. Értitek? Na, az az Equilibriumon kívül, ami mondjuk nem olyan szenzációs szerintem, van ugye még a Lucasnak a méltatlanul elfeledett THX 1938. Szerintem az egy érdekes koncepció, mert nem olyan fantasztikus, de még jobb ennél a Black Mirrorban van az első vagy második része, a valóság. A tehetségkutató világ. Igen. Ahol azt nem tudom, ismeritek-e azt a sorozatot, vagy a részt láttátok-e. Egy olyan disztópiát fest fel a film, ahol az ember csak azért kell fel, és tesz meg mindent egy nap alatt, hogy majd valamikor bekerüljen egy tehetségkutató showba, ahova, hogyha bekerül, akkor lehet, hogy nyer. Ha nem nyer, akkor megvonja a vállát, és akkor kezdődik az egész igazából előre. Ebből nem volt egy nagyon drasztikus változat a Doctor Who-ban? Amikor két részes volt, csak két nagyon messzi. És egy űrhajóban. Egy űrhajó volt, ami először egy ilyen hírhajó, ilyen híradós. Igen. Utána jó pár évszázaddal később visszatérnek, és az egész egy ilyen valóságsok hajó lesz, amit egy megbolondult gépezet. Félig ember valaki irány, és ő hívja őket oda, hogy a doktor szabadítson meg ettől a rémálomtól. De mondok egy még kézzelfogható disztópiát, ami meg szintén visszaköszön egy picit a filmben, Matrix. Ráadásul a csajt, mint olyan vírusnak titulálják, tehát még ez is ad egyfajta párhuzamot hozzá. De most így perpül... Igen. Az ilyen utalásokban viszont én az Adverb-öt tudom mondani, van ez a nagyon régi játék, egy 92-es platformer puzzle, egy posztapolitikus senki földje. Skifi játék, amiben egy bolygón egy fajt, mudokonokat megszállja egy másik faj, és csak arról jutott eszembe, hogy ugye mindig, amikor hívogatja a csávó a fejébe a másikat, mindig csak annyit, hogy elvett. És abban a pillanatban beugrott, hogy nézd ugye a kis mudokonnal, és ugye ahhoz, hogy megszabaduljátok ettől az egész nagy elnyomó mozgástól, együtt kell dolgoznotok. És az az első mindig, hogy megszólítod a másik mudokon. De volt az Abe's Odyssey című játék. Igen, a folytatás. Annak a folytatása? Az folytatás az Abe's Odyssey, és utána még készült még két rész, a Munch Odyssey, és utána egy előzmény a Ott az Abe Odyssey-ben azon nem játszottál? Nem. Ott egy húsgyárból kell kimenekülni. Az egésznek ez a lényeg, nagyon dolgozzák fel, és őket dolgozzák fel, hogy igen. Az elnyomó faj megszabálhassa őket. És ők egy ilyen benszülött törzsre adásul. És nagyon humoros, mert lehet olyan testet adni a karakternek, hogy fingjon. Teljesen haszontalan, de ezt 12 évesen nem méred fel, és így nyomod ezért az emberül, mert nagyon humorosnak tartod. De azért ez nagyon jó játék, ezt érdemes kipróbálni. Én főleg ezt a funkciót, tényleg minden elfolytott vágyadat kiérted abban az egy billentyűben. Fantasztikus. Nem tudom, nekem mindig, amikor ilyen filmeket látok, vagy ilyen témáról hallok, akkor mindig az jut eszembe, hogy persze, nagyon fontos erről beszélni, most azt csináljuk, de valójában számomra az érthetetlen, hogy miért nem lehet a
kibaszott távkapcsolón nyomni egy gombot, vagy áttekerni a rádiócsatornát, vagy nem megvenni azt, amit kínálnak neked. Tehát, hogy mégis akkor mi az oka annak, hogy valaki ennyire befolyásolhatóvá válik? Én például bevallottam, rákattantam a való világra, nem nézem az adást, viszont az összefoglalókat mindig megnézem hétvégén, hogy mit történik. Tehát ugyanolyan fogyasztóvá válsz te is. Abszolút, és engem tök megvettek, de csak azzal, hogy a VV Fannika jelenség az annyira értelmezhetetlen az a nő, hogy tényleg sírnék, ha lemaradnék róla. Tök jó, tehát így a Colgate reklám az nem győz meg, hogy megved, de a való világ az igen. Teljesen, de igen, nyilván... Minden így ömlik össze, amit felépítettél. De nyilván azt akarom ezzel demonstrálni, hogy mindenki valamiért befolyásolható, de én attól függetlenül azért nem mondanám azt, hogy rá vagyok kattanva. Tehát, hogy most nyilván a szónak itt a cinikus értelmét kell elfogadni, de hogy mit én, ott van a drága hugom, akiről már volt szó valamiért. És tudjuk, hogy neked nagyon bejön. De hogy mit akartam ebből kihozni? Igen, hogy ő például elég sokáig nézte a való világot, és akkor kérdeztem tőle, de miért? Akkor nem olyan tudta megmondani, majd néhány évvel később, mikor ő mindig nézte, azt mondta, hogy hát egy olyan jó azon röhögni, hogy mások ostobábbak, mint én. És akkor ez egy ilyen nagyon-nagyon furcsa kétértelmű kijelentés mondjuk a való világ tekintetében, mert... Nekem az öcsém ugyanezt mondja, bocsánat, belevágok. Nem, mondj csak. Az öcsém folyamatosan este bekapcsolja a tévét, egyébként én nem nagyon szoktam tévét nézni, csak úgy háttérzárként szokott menni. Az öcsém mindig bekapcsolja a való világ. Nem, egyébként termés főzés mellé vagy valami, tehát úgy elhallgatom meg, valahogy van valami műsor, és ezt megkapcsolja. Mert nem elkönyvet hallgatsz, nem minden jó. Igen. De és az öcsémet megkérdeztem, hogy miért nézi a való világot, mert tényleg pontban akkor bekapcsolja, és mondom, mert annyira vicces. És nem tudom, hogy ültem, és előtt így lesokkolódva néztem, és aztán a VV Fannika, hát tényleg én is nevettem rajta. Denis, tehát olyan nagy a kínál. Rajzolni lehet vele. De látod, te is azért nézed, mert leköt és nevetsz rajta. Persze. Szóval ugyanaz. Ne azt mondom, hogy ez valószínűleg egy... Csak valahol meg szánalmas. Hát szánalmas, hogy baromi képmutató magatartása részemről, hogy közben ellene beszélni, úgyhogy egyébként meg persze vicces, de hogy akkor inkább úgy fogalmazok, hogy fájdalmamban nevetek, meg hogy mondjam. Könnyű röhögni a miénk. Abszolút könnyű röhögni rajtuk. Bár van egy olyan gyanúm, hogy aki a való világba megy, annyira azért nem lehet ostoba, mert szerintem ezekkel tisztában van. Akkor meg... Mondd, hogy ostoba. De nem tudom. Valakinek az a nagy élmény, hogy bekerült egy villába, és országvilág nézi, hogy... Figyelj, ha bekerülnék a villába, fú, én nagyon be akarok kerülni a villába. Tényleg, akkor a destroy lenne ott a villába, de kb. A második napon kiejtenének szerintem, de nekem feltett szándékom a bakancs listának a vége fele van, hogy bekerüljek egyszer a való világba. Jó, majd úgyis eljön az az időszak, amikor a trashnek már olyan szakaszába ér a TV történelem, hogy már ilyen 70 éves papák fognak szerepelni valóság showban, és akkor majd oda bemegyünk. De szerintem az... Tehát és dobállak Kavintonnal. Én meg elfelejtem. Meg nem fosató tablettel keverek az italodba. De emellett, hogy bekerüljék a való világba, az is egy régi vágyam, hogy legyen egy olyan valóság show, ahol irodalom professzorokat lehet követni 7 nappal áttéve, én mondjuk tojásrántottak közben kantról beszélgetnek. De nem hiszem el, hogy ez érdekes tud lenni. Dehogy nem, hát azok is pinganak, meg azoknak is a pinájuk, meg mit tudom én. Csak máshogy fogalmazzák meg, hogy nagy nekik. Hát van ilyen. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy irodalom professzorok a rántottak készítés közben erről beszélgetnének. De itt van egyébként még az, ugye, az az Asylum nevű műsor, ami egyébként nem tudom, nektek kiderült, hogy mi ennek a játéknak a célja? Azon kívül, hogy fel lehet lőni embereket a magasba? Az, hogy bevándorlóként ott maradhass. Tényleg, és ezt elmondják. Hát szóval láttad a filmet? Háromszor? Jó van. Jó, mondjuk voltak gyengébb pillanatai, még most is, és ne így beszúnyókálok rajta. De bevándorlók, azért lehet, hogy kell játszani, hogy bevándorlóként ott maradhass? Igen. De ez fura, nem mond, de közben meg
jöhetsz-mehetsz a metróval. Ez egy kicsit fura. Miért most az európai unióban nem tudsz utazgatni ide-oda? Ezek bevándorlók, akik jönnek a határokon kívülről. Jézusom, ez mondjuk elég weird. Nem, vagy... Na mindegy, zárjuk le. Ez most egy kicsit így meglepett. Tényleg ez van benne? Uh-huh. De furi. Szerintem nekem itt fel kell állni és kimenni. Vagy vessük véget a podcastnek. A csúcson. Na jó, akkor viszont értékeljük szerintem gyorsan ezt a filmet. Ti hány pontot adtok rá? Hát részemről egy 7-es. Miért? Azért, mert azért jó volt, lekötött, kedveltem ténylegesen, de láttam már ennyi. Van, aki még? 8-ast adok rá. Tehát ugyanazt hozza... Lehet, hogy a közönségnek is fel kell állni és kimennie. De ugyanazt hozza, mint bármely sci-fi. Mondjuk én kicsit a nehezetben vettem észre ezeket a hibákat, de amúgy tetszett. Egy pici extra hiányzott hozzá, hogy azt mondjam, hogy igen, ez most kiemelkedik ettől független a többitől, és hogy valami extra. Annyi extra volt max benne hozzá, ami jelentéktelen lényegben, hogy nekem megvoltak ezek a pici kötődések, hogy jaj, Zeldának hívják a halat, de jó, ennyi. Egyébként ezen gondolkodtam, hogy az Zelda abban az... Te geek vagy. A Zelda abban az akváriumban, ő ebben a Dunks nevű cuccban volt, ne. Vagy a vízben, mert... Néha olyan, mintha az irányítócsávó a hal gondolataira válaszolna. Van egy, amikor először beszélget a hallal, és akkor két mondatot mond a halhoz, ami azt, hogyha hozzáképzelem, hogy mi lehetett a kérdés, akkor akár fordíthatnám úgy is, hogy a hal is ebben a lében ott így úszik. Nem, itt pusztán annyira volt szó, hogy tátogott a hal, és erre így reagált a fickó viccesen. Nem lehetne, hogy még is csak a... De, egy kicsi. Még ilyen felesben. Na mindegy. Nem marad életben a sabban, és nem marad. De nincs is olyan sabban, amiben milyen... Szerves mikrocsipek van. De majd lesz. Hány pontot adsz rá? Én sem vagyok a te pártodon most per pillanat abban, hogy ez egy nagyon ordinári szarfilm volt. Ezt nem állítom. Csak hogy, tehát a Máté mondta, hogy ő 7-es raptort adna rá, én is megadom rá a 7-es raptort, mert hogy... Neked is fel kell állod, bocs. Tehát képileg tök jó volt, izgalmas volt, én sem unatkoztam közben, oké, hogy voltak olyan dramaturgiai buckái ennek az egésznek, amik fölidegesítettek benne, és igen, látunk már ennél jobb posztapokaliptikus filmet, vagy disztopikus filmet, de hogy ettől engem annyira nem idegesített. Nem tudom, nekem pont emiatt 5-ös, mert hogy 4-et adok ugye az egész filmre, mert az oké, hogy nem kell, hogy egy filmnek nem feladata mindig újat mondania, de hogyha már egy ilyen egyébként fontos témát vállal, akkor azt legalább érdekesen adja elő, hogy valami plusz töltete legyen a dolognak, és a látvány meg egyértelműen egy teljes pontot érdemel. Jó, akkor most elmondom az igazi érvet, mert ez volt a kamu érv. Tudtam, hogy 5-öst fogsz reagálni. Na, ne! Ezt már megint mondom. És így átlagban azt tudjuk mondani, hogy ez a film a Raptor skálán 6-os osztályzatot kapott. És azt szerintem így a realitás. Hát eleve 6-ost adnék rá, de mivel te 5-ös akkor az átlagban az nem 6 lenne. Hát az 5,5 lenne, és akkor ott már lamentálhatnánk, hogy akkor ez most 5-ös film, vagy 6-os film. Az rendben van, oké, csak hogy akkor sokkal többet kéne rajta idegeskednünk, hogy mennyi legyen. Így sokkal egyszerűbb 6-os osztályzatot kap a film. Ennyike. Na, hát köszönjük, hogy eljöttetek. Egy hónap múlva fogunk találkozni, mert az a nagy terv, hogy most újraindítjuk a podcastot, és akkor havi egyszer mint összejövünk, és röhögünk a hülyeségemen. Úgyhogy köszönjük, hogy eljöttetek. Szervusztok! Leállhat a kamerát, mert mindjárt elalszom. Jaj. De szar volt ez a film.